Üdvözlöm a tisztelt publikumot, itt Imiszkó, ez pedig a FIFA 17-es Real Madrid karrier negyedik része, és innentől kezdve gyerekik tényleg belehúzunk a részek gyártásába, a 18-ig mindenféleképpen be akarom fejezni ezt a szezont a királyi gárdával, szóval az egész idényt le fogjuk tolni, gyakorlatilag két naponta várhatóak lesznek a részek, srácok, és minden részben két meccset fogunk letolni. A mai részben, a negyedik részben végre megkezdődik a spanyol bajnokság, először a Real Sociedad ellenkezdünk idegenben, aztán jön a Celta a Bernabeuba, két nyerhető meccs, én azt gondolom, és jó lenne mindkettőt megnyerni, utána majd szeptemberben a BL is megkezdődik, ahol a Young Boys, a Kopenhagen meg a Man City van ugye a csoportunkban, tehát egy teljes mértékben nyerhető csoport. Szeptember sem lesz túl kemény hónap, talán a Villarreal elleni meccs lesz itt a legnehezebb. Aztán igen, ahogy megyünk előre, úgy lesz nehezebb a szezon, novemberben már lesz egy Atletico, egy City, meg egy BL meccs is, a City mellett még ugye. December meg ugye Valencia, Atletico, Kopenhagen, jó lesz, jó lesz. Bocsánat, Valencia, Barcelona természetesen. És akkor most rápillantunk a kerentünkre, gyerekek, hogy hol hányan vagyunk a kapusnak. Ott van ugye a Navas, meg a Casilla, és harmadik számon még Janez is itt van, úgyhogy kapusposzton nem változtatunk. Ugye én balhátvédnek megvettem Duarte-t, de csak azért, mert Theo Hernandez még nem tudtuk leigazolni, úgyhogy Coentrao-t minél előbb el kéne küldeni valahogyan. Jobb hátvédnek itt van ugye Carvajal, meg azt hiszem még itt a Danilo, úgyhogy nem hiszem, hogy oda kéne igazolni. Nem is igazolunk, szerintem oda teljesen oké, és védekezőképesnek itt van a Casemiro meg Llorente, ugye. Középső középpályára viszont, gyerekik, ugye hamarosan hivatalos lesz ma, amikor ezt a részt felveszem, vagy holnap, de elvileg már ma hivatalos lesz, hogy Dani Ceballos jön a Reálba. Nagyon megszerettem a FIFA-ban is ezt a gyereket, meg élőben is nagyon-nagyon nagy tehetség, és borzalmasan örülök Dani Ceballos érkezésének. Szóval itt is meg fogjuk venni a FIFA-ban, tudom, hogy telített a középpálya elég rendesen, de nem baj, meg fogjuk holni, meg azt hiszem, hogy már amúgy is föltettem a kívánságlistára. De egyébként van egy másik karrierem, ott már egy jó ideje leigazoltam, igen, itt van. Már csak el kell fogadnunk, úgyhogy Dani Ceballos, én már megegyeztem. És ugyanúgy, gyerekek, mint a való életben, 15 millió eurót fizet a Real Madrid a Betisnek, plusz ugye 3 millió bónuszokkal együtt. Úgyhogy welcome Dani Ceballos, hashtag. Ugo Mayo, meg ugye jobb hátvéden gondolkoztunk még, de szerintem nem lesz így jobb hátvéd igazolásunk, hát nem tudom. Hogyha Danilót sikerülne eladni, akkor lenne érdemes egy jobb hátvédet igazolni szerintem. Danilo nem tudom, hogy hogy áll jelen pillanatban, az a baj. Tehát nem tudom, ezen még gondolkodni kell, és akkor lehet beszélni arról, hogy leigazolok valakit. Coentrao, Danilót meg a Vergost valahogyan el kéne innen paterolni. Azt sem bánom, hogy a Coentrao kölcsönbe megy, vagy szerződést bontunk vele, hogyha úgy alakul. Danilót viszont mindenféleképpen el akarom adni. Vergost marad, és ugye érkeztek már egy páran, meg néhányan azért kölcsönbe is szerepelnek. Jó van, nagyszerű, jó kis csapatunk van. Hát Ceballos óriási igazolás volt, itt látható. 19 éves játékos, való érdemes, hogy csak 20 esztendős, így nyilván. És tényleg, Ceballosnál hasznosabb középpályást ebben a korban nem nagyon tudok mondani nektek, gyerekek. Tehát védekező középpályásnak, irányító középpályásnak, középső középpályásnak és bal középpályásnak, illetve bal szélsőnek is bevethető, úgy mondani Ceballos. Igazi Jolly Joker, ahogy mondani szokás, tényleg nagyon jó kis igazolás volt. Igen, ugye sikeresen leigazoltuk. Gaia, nem tudom, Gaia biztosan nem jön, tehát bal hátvédet azt már vettünk egyet Duarte szemében, úgyhogy José Gaia marad a Valenciában. De egy Hugo Mayo vagy Cancelo jön, az egy nagy kérdés, én inkább Joao Cancelót igazolnám le. Nem mondom az őszintét, de Mayo, hát nem tudom. Cancelo, megpróbáljuk. Még egyelőre várasson magára ez az üzlet, addig nem akarom megköttetni, amíg ugye itt van a Danilo. Úgyhogy itt van nekünk Ceballos is, gyerekek. És akkor egy kicsit állítgassunk a messzámokon, így még a rész elején gyorsban. Squad, Kit Numbers, az 1-es Navas, Carvajal marad a 2-es, Varane az 5-ös, Ramos a 4-es. Hát Pepét szerintem még nem adom el, még itt a játékban megkapja ezt az egy szezonját, ugye? Mint a való életben, Pepe már ugye a Besiktas játékos, hát sajnálom, hogy elment az öreg, de igazából el kell ismerni, nagyjából már lejárt az ideje, 34 éves játékosra beszélünk, srácok, Pepe személyében. Még egy évig én elnéztem volna a Reálban, de sajnos ő 2 évet akart, az viszont már túl sok lett volna. Úgyhogy most már Jesus Vallejo-t láthatjuk majd a következő szezontól 3-asban, aminek nagyon örülök, mármint az ő érkezésében nagyon jó kis védő, Casemiro 14. Nagyon nem változtatok az ő számokon, csak az érkező játékosokén. James, Danilo, Kovacic, Coentrao 15-ösét elvesszük. A 15-ös messzámot én odadom a Duarte-nek.
ő lesz a második számú bal hátvédünk, ugye Marcelo mögött, és akkor a Dani Ceballosnak. Hányasunk nincsen, várja, a 19-es ugye a Modric, 22-es az Isco, 23-as a Danilo. Szóval Danilo, hogyha elmegy, akkor Ceballos lesz a 23-as, így van, Danilo 29, király. Ceballos az új 23-asunk, gyerekek. Nagyszerű. Akkor most így vagyunk, oké. Hát sajnos már véget ért az előszezon, pedig Ceballosnak még akartam volna egy kis lehetőséget tenni. Nem baj, nagyon sokan leszünk a középen, tehát James, Kovacic, Ceballos, Casemiro, Llorente, Asensio, és akkor berakjuk a való életbeli hadrendet, tehát föl kell hozni Casemirót a középpályára mindenféleképpen, és akkor majd ahogy tudom, és ahogyan Zizou is szokta, rotálom majd szezon közben a keretet. Nagyon hosszú idényünk lesz, gyerekek, szóval nagyon jól jön, hogy ilyen bő keretünk van, és akkor pörgessük is az időt. Én azt gondolom, most már igazolni nem nagyon fogunk, de eladni még szeretnék. Álvaro Teixeirót kölcsönbe vinni a QPR, ugye Teixeiro bal hátvéd, és őt kölcsönbe el is engedjük. Szóval az angol másodosztályba menj el Álvaro Teixeiró, az mindenképpen jó. Karim Benzemát pedig a Wolfsburg vinné, ki van zárva, Benzót semmilyen pénzért nem adom el. Az öreg Karim mindenképpen marad. Oké. Okay. És akkor tényleg még a Cancelo vagy a Hugo Mayo az mindenféleképpen kéne nekem. Szóval Daniloért jó lenne, hogyha bejelentkeznek. Egyébként most majd újra kell tárgyalni a Valenciával meg a Celtával, hogyha le akarom őket igazolni. Na nézzük, Navas meg Varane. Hát természetesen olyan játékosokért jön ajánlat, akiket semmennyien nem adnék el. Tehát Navas és Varane is alapkezdő játékos lesz az én csapatomban. Nem mennek innen sehova. Viszont mondom, Coentraut bármikor elengedném, Toni Kroos, Barcelona, pont a Barcelonában fogom elengedni Toni Kroost, hihető. Nem, tehát ilyen szürreális igazolásokat nem csinálunk, gyerekek. Csak jöjjön már egy ajánlat Coentraut-ért. Élőben se nagyon akartak elvinni, szóval. Na mindegy, betöltünk egy edzést, legutóbb kiket edzettem. Nincsen meg az a legutóbbi edzés, úgyhogy most tolunk egy Morata edzést. Ez jó lesz, edzük még, hát Lukász, Lukásznak mondjuk jól jönne egy edzés, ez a keep possession, ez jó, nehéz lesz neki, az a jó. Középpályások közül most az Asensiónak adunk egy kis lehetőséget, speed dribblingnek, különleg legyen ez a beat your man, midfielders, Ceballosnak is, neki ilyen passz edzést adunk most, rúgbolsz, és akkor edzenek még, a védők közül is edzen valaki. Bedobjuk edzésbe Varant. Two on one. Oké, okay, kettő az egy ellen, vagy nem, egy a kettő ellen az a legnehezebb. Egy a kettő elleni védekezés, nézzük, hogy adja meg Varant. És akkor bedobtuk az edzésre a srácokat, gyerekik, nézzük. Morata is fejlődhetett, Ceballos, nem nagyon sikerült az első edzés, nem lett olyan jó most az edzés sajnos, de hát ez ilyen. Na nézzük, jött egy ajánlat, Niklas Vergos, királyot meg el akarom adni, Burton Albion, jó legyen, most ezen a 125 ezer euró nem fogok itt fanyalogni, ez a srác nekem nem kell egyszerűen, úgyhogy mehet, ugye Castilla játékos élőben. Na, átvilágos ajánlat, Casemiro meg Benzema, már nem hiszem el, nem eladó egyik sem, értsék már meg a kedves vételők, Benzema a Bilbao-ban, az komoly lenne. Főleg, hogy Bilbao-ban csak baszki játékosok szerepelhetnek. Hát mondjuk egyetlen kivétel ugye a Laporte, ő francia, de hát már évek óta ott van. Na nézzük, oké. Okay. Hát már nagyon nem lesz változás. Tényleg gyerekek, azt nézzük már meg, hogy az ICC-n, az International Champions Cup-on kinyerte meg a döntőt ugye az előszezonbeli tornán. A Bayern 3-2-re legyűrte a Chelsea-t, így ők lettek végül a győztesek, jó kis meccs lehetett. Mi a szar? Azt a mindenit, bocsánat. Özil a Barszába igazolt, hoppá, az meglepetés, Laportot elvitte az Arsenal, Szokratis pedig szintén az Arsenal. Az igen, Arsenal két igen jó védővel erősített. Az nem semmi. Létez Diels ugye, Zufi, az már név. Na mindegy gyerekek, ez komoly, ez meglepett. Özil, basszus, te kis rohadék, már bocsánat. Özil ellenünk lesz, és Danilo, vinné a Betis, nagyszerű. Pont a Betisztől igazoltunk mi is ugye, 10 millát, amint letesznek az asztalra, vihetik Danilót, és van ott pénz a Betisnél most ugye. És akkor Asensio nem megy sehova, pláne nem az Atletico-ba. És akkor most itt a lehetőség, gyerekek, én akkor megvásárlom a Cancelót. Cancelót, de jövök meg inkább. Joao Cancelo.
és akkor ő Carvajallal fog küzdeni, két minőség jobb hátvédünk lesz majd. Nagyjából, nem tudom már mennyit ajánlottam érte, egy ilyen 17-et újra kicsengetünk érte. Az úgy teljesen jó lenne, és akkor még az első bajnoki forduló előtt jó lenne, ha Danilót elvinne a Betis. Mi megegyezünk ugye a Cancelóról. Na nézzük, Fabio Coentrao egyre jobb, Feyenoord viszi, nagyszerű gyerekek. Coentraót elpasszoltuk a Feyenoordnak kölcsönbe. Véglegesen senki nem akart elvinni, akár csak élőbe, ugye a Sporting moment csak kölcsönbe, mert nem akarták ők se megvenni. De nem baj, elengedtük a Feyenoordba, az teljesen jó szint neki. És... igen, a Betis elfogadta a 10 millát Daniloért, jó, de nagyszerű, nem éljük el, és viszik 23 millió, jó. Adunk 20-at. Jó, legyen 21, legyen 21, megadjuk a 21-et Cancelóért. Ennyiért már biztosan el fogja fogadni a Valencia. És akkor, hogyha minden jó lesz, még meg lesz a... az egyesség a bajnoki kezdés előtt. Philipp Lienhardt, nagyszerű, őt is kölcsönbe vinnék, a másodosztályba elmegy az Elcsébe. Ez teljesen jó neki. Király. Transfer Affair, Sergio Diaz, őt is elengedjük kölcsönbe, ő még visszatérhet, a Royce Deportivo viszi el, ugye. Már nem valószínű, hogy ebbe a karrierbe fog szerepelni, mert ugye csak egy szezont tudunk le. És nézzük, hogy lesz-e még valami érdemleges változás. Ugye Danilót elvitte a Betis, óriás meglepetés gyerekek, Danilo a Betis jobb hátvédje, na ott biztos kulcsember lesz, goodbye. Obrigado Danilo, mert minden. És akkor 50, hát legyen 45. Cancelo személyben viszont így egy minőségi jobb hátvédünk lesz, rotációban pedig szerepelni fog a keretben. Carvajal váltó embere lesz, csak egyezzünk meg még a bajnoki rajt előtt. Na nézzük, megvan-e? Megvan, megvan az egyesség, gyerekek, Joao Cancelo a miénk. Király, Danilo, Betis, Cancelo, Madrid. Megvan oldva, gyerekek. Welcome, Cancelo. Nagyszerű. Jó csapatunk lesz. Nagyon jó csapatunk lesz. Ronny sajnos már 93-as. Nagyon hamar visszafejlődnek a játékosok ebben a játékban. 18-ban reméljük ez meg lesz oldva. Jobban egyébként most néztem, nem olyan régen, pár óra. Ronaldo 95-ös lesz a FIFA 18-ban. Neki lesz a legmagasabb ratingje. Oké, Duarte, Cancelo 79-es, teljesen jó, Ceballos helyett Hakimi, ugye Hakimi is itt lesz, még őt is jó lenne mondjuk kölcsönbe adni. Ceballos, meg Febas, jó bőközép pályánk lesz. És ők a legnagyobb, ők a legkevésbé fontos embereink, akik itt ülnek most, már mondjuk ugye a Ceballosnak azért sok lehetőséget akarok adni, meg itt van Kovácsics is basszus, tényleg leszünk egy pára. James is ugye visszatér a sérüléséből, hűha. Azt ugye egy pöppet nehéz lesz megoldani, hogy ők mind szerephez jussanak, de hát ez az edző dolga, valahogyan megoldjuk. Öt kapusunk van, de hát ők sem akartak elmenni kölcsönben, nagyon most mit csináljak velük. Oké, Duarte, így, Hakimi, Kovácsics. Sorrendben próbálom rating alapján állítani őket, ugye? Ames, Kovácsics, Ceballos, Febas, Llorente. És Mariano. Hú, gyerekek. Nagyon bő keretünk lesz erre az idényre, tehát tényleg lesz játékos bőven a csapatban. Az alapkezdő ugyanaz, mint a való életben. A legjobb. És akkor most betölt az előző edzéseket. Teljesen okés lesz, így. Ez már valamivel jobbra sikerült, főleg Lukásznak, ő alkategóriás lett. És akkor gyerekek, 17-én, nem 21-én kezdődik csak a bajnokság, de még ránézünk, hogy hol kéne változtatni. Hát kapusügyire mindenképpen el kell adni valakit. Abadot ugye kölcsön próbáltam adni, Alexet is. Menjenek ezek a srácok minél hamarabb. Nacho marad, egyértelmű, Lienhardt, Llorente, Pepe, Ramos, Llorentét is muszáj lenne valahol elpasszolni. Eladom én végleg a jó. Ja, ő kölcsönbe szerepel, akkor nem szóltam, Lienhardt. Pepe, Ramos, Valéhó. Hány gyerekek, Valéhó vagy Pepe? Pepe még megkapja azért az egy szezonját nálam. Coentrao is ugye kölcsönben van. Duarte most jött, Marcelo itt van. Tejero kölcsönbe, Cancelo, Carvajal, Hakimi. 17 évesen és 17 éves és már 70-es ratingű. Óriási tehetség van Achraf Hakimiben, ugye ő saját nevelésére állnak. Hát nem tudom. Megpróbáljuk akkor még egyszer föltenni a látogatási listára kölcsönbe, ugye. Ödegaard kölcsönbe van, Casemiro, fuf, óriási a keret, jó, hát akkor ennyi. Ha jön még ajánlat, akkor mindenféleképpen tárgyalunk, ha meg nem, akkor így jártunk. Egy középpályás még lehet, hogy jó lenne elengedni. Kovácsicsot lehet, hogy megfelelő ajánlat esetén kölcsönbe adnám.
és Iszkóért jött ajánlat, ő viszont semmilyen pénzért nem eladó, tehát Iszkó, Imiszkó, világ minden pénzért nem adná már pláne az Atletikónak, szóval Iszkó egyértelműen marad. Megpróbálom neki is a lehető legtöbb lehetőséget adni. Na nézzük, mi van itt még. Megint Tisco, Bayern, felejtős, meg Varane, ha jól láttam. Varane meg a másik gyerekek, felejtsétek el, felejtsd el a Chelsea Varant. És akkor most már csak nagyon kevés idő van hátra az első bajnokig, egy sajtótájékoztatót nyomunk, motiváljuk be a fiúkat, idegenbeli bajnoki előtt. És akkor itt van a szezon első mérkőzése, srácok. Megkezdődött már a bajnokság tegnap, Deportivo La Coruña bár 0-2, Barcelona Betis 2-0, Granada Villarreal 2-1 és Sevilla Espanyol 3-0. Tehát a Sevilla vezeti jelen pillanatban, úgy néz ki a bajnokságot, a góllövő listán pedig Messi ott van egyen, Ramis, Rafinha, nagyszerű Adrián Ramos is ott volt. Így most a góllövő, vagy a bajnokságban a Granada, az Eibar, az meglepetés, hogy nyert már az első forróban, már mondjuk annyira nem. És a Deport Betis Espanyol 3-as van a kieső zónában, meg a Villarreal is kikapott, azért tegyük hozzá nagyon gyorsan a Granadától még hozzá. Ráadásul jól hiszem oda-haza, nem idegenben azért, az hogy a Granada legyűrte a Villarrealt, az meglepő. Szóval akkor most a Sevilla vezet, és hát egy nagyobb arányú győzelemmel följöhetünk elsőnek, de hát nem minném, hogy 3-0-nál, vagy 3-0-ra, vagy még annál is nagyobb arányban le tudjuk győzni most ezt a Real Sociedadot, aztán meglátjuk gyerekek. Godin szituációja mindig nem tisztázott. Átigazás Isten van, Diego Godin és a Real Sociedad vinni. Az azért mindenképpen meglepő. Hát ha Godin elmegy, akkor nagyon sokat fog az Atletico védelme gyengülni, ez egyértelmű. Hát most Jimenez meg Lucas Hernandez lesz a közép hátvéd. Pár év múlva esetleg, de most nem tudnám ezt elképzelni. A harmadik számú mezőnkbe jövünk, azt hiszem élőbe is ebbe játszottunk annó a Sociedad ellen. És akkor a kezdőt ismertetném is, gyerekek. Ez lesz az első mérkőzésen a kezdőnk. Ennyi. Ennyi, nem változtatok sehol. Nacho... igen. Nachót nem visszük el az első bajnokira. Ennyi lesz a változtatás, és megpróbálom Ceballost lehetőség szerint bedobni a csapatba, és Pepe maradt ki. Pepe maradjon mégis ki az első bajnokiról. Nachót bedobjuk, mert ugye a védelem már még posztján megállja a helyét. És akkor, hogyha minden oké, és akkor Dani Ceballos ma debütál a Reálban. A kezdő, tehát Navas, Ramos, Varane, Marcelo, Carvajal, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema és Cristiano. A lehető legerősebb kezdőt dobtam fel a Betis ellen. Vagy a Betis, bocsánat, a Real Sociedad ellen. Ez tényleg egy nagyon nehéz bajnoki lesz, ráadásul idegenben. Hát ebben a stadionban az óriási nagy csapatok általában vereséget szenvednek élőben. Tényleg a Betis... vagy miért keverem mindig a Betis meg a Sociedad? Túl sokat gondolok most a Ceballos Reálba való igazolására, ugye, ő a Betisből fog érkezni. Szóval a Real Sociedad mindig megnehezíti a nagyok dolgát, főleg a Barcáit. Hát őket tényleg rendre megveri oda haza, vagy X-el. Ű, egy pöpet beakadtunk, nem baj, jöjjön a mérkőzés. Hála Madrid! A játékosok üdvözlik egymást, ugye. Hazai pályán kezdnek, tehát a Real Sociedad ezt a bajnokságot a Real Madrid ellen. Hát reméljük, legalábbis remélem, hogy ti is nekem drukkoltok, hogy a Madrid győzelemmel kezdjenek az új szezont. Minden esetre most már tényleg cél lesz a bajnoki cím. Mindenféleképpen meg kell nyernünk a bajnokságot ebben az idényben. Jönnek tehát a hazaiak, itt pedig én vagyok látható. Kis suhanc, na mindegy, nézik a Sociedad hadrendjét, Henry Morui védi majd a kaput. Aztán a jobb hátvéd elusztandó lesz. Nézzük tovább a hadrendet. González, Martínez, Yuri, Iarmendi, Zurutusa, Gazitaga, Oyarzabal, Vela és William José a csatár, aki a Real Madrid Castillában is megfordult, ugye. Navasszal kezdődik meg a Real Madrid hadrendje az első tét meccsen ebben a szezonban. Aztán Ramos, Varane, Carvajal, Marcelo, Casemiro, Kroos, Modric, Bale, Benzema és Ronaldo itt a valós idő, játékbeli idő szerint még csak háromszoros aranylabdás Portugál, de való életben ugye már négy aranylabdája van Ronaldónak. Itt pedig Valente, Larrazabal és a királygárda játékosai Karim Benzema és Gareth Bale. A kezdőrúgásban Ronaldo már ott mutogalódik a pálya szélén, és a királyak megkezdik az összecsapást. Cél a győzelem, Hala Madrid! Ronaldo megindul a szélen, és reméljük, hogy ebből lesz valami. Benzema, Bale! Aztán még ott van Bale! Rui véd. Hát az első bő negyed óra során nem történt túl sok minden, Rui-nak kell védenie a 16.-7. percen ez volt a mérkős első nagyobb eseménye. Közben Benzema a zsugával, Benzema gól! Gól! 19. perc, megszerzi a királyi gárda vezetést, Karim Benzema!
a szezon első góljának szerzi a tétmérkőzésen. Szép volt bent, szép volt fiúk. Hibátlan befejezés, rögtön a másik helyzetéből gólt lő a Real. Labdaszerzés nagyon szép volt Modricstól, aki további, Benzema pedig bevágja. Rui nem érhette ezt el. Megszerzi a Real Madrid a vezetést a 19. percben 1-0. Közben egy nagy hazai helyzet és Keylor Navas mutat be nagy védést. Szép védés volt a kosztarikaitól, szó mi szó. William José próbálkozott gólszerzésre, aki onnan még egyszer a Real Akadémiáján is megfordult. Jó, hiszem 2013 és 14-5 között játszott ott. Szóval igen, jöhet a Sociedad szöglete, amelyet Carlos Vela fog majd beívelni, valahogyan ki kéne onnan csúsztatni. Nézzük, az úgy veszélytelen lett. Sőt, hát ha Ronaldo jól átbeszélheted volna még egy kontra is, így viszont marad a Sociedadnál a labda. Egy lövés és Keylor. Benzema ellövi az 55. percben, hát az említése sem volt nagyon méltó szituáció, de hát azért úgy gondoltam, hogy mivel lövés, mindenképpen bevágom az összefoglalóba nektek. 55. perc mellé lőtt Benzi elég csúfosan. Az első befejezése az előző, ugye amiből a gól született, azért jóval jobb volt, marad a 0-1 tehát. Carlos Vela próbálkozott meg gólszerzéssel, szerencsére nem lett belőle túl sok minden. Nagyon szép támadás, bontakozóban Casemiro játszotta meg Bélt. Bél tovább, Casemiro, jön Modric, és nincs 2-0. Óriási védett Henry Morui. Ez szép védés volt a mackón a drágos kapustól, Király Gabi kopi a gyerek. Tényleg szép volt a támadás, sajnos védeni tud a kapus, de most nézzük a szögletet. Modric, jön Ramos! És nagyon kevéssel témezte a kapitány, Asta! Ramos! A első fél végén a Real akár le is zárhatta volna a mérkőzést, ha ez bemegy, kimarad Sergio Ramos fejese. Cristiano Ronaldo megjátsza Karim Benzemát, na nézzük, Benzema tovább, Ronaldo, és megint Rui. Második nagy védés a kapustól, még minimum a mérkőzésen, tehát tényleg elég jól teljesít a Rui. Jó kapusról beszélünk, de még mindig nem szabadult fel a Betis kapuja, sőt, most jön még csak a java, megint Ramos keresi a labda. Nem találta meg, Casemiro! Óriási távoli löket volt, marad a 0-1 továbbra is. Ugye itt kibólintják a labdát, Kasse próbálta meg ballal, lőtt óriási gólt, kettőt is ebben a szezonban ugye. A BL-ben egyet a Napolinak, egyet pedig a Juve-nak, ez most nem ment be Casemirótól. Benzema, Kroos, és 2-0! Toni Kroos még meg is csúszik a befejezés előtt, de ettől függetlenül kapuba talál a német. Ezzel pedig 2-0-ra vezet a Real Madrid. Benzema a gólja után egy gólpaszt is kioszt, nagyon jól játszik a francia, és Toni Kroos, ő is betalál, 0-2. Az első fél utolsó pillanataiban Kroos góljával 2-0-ra megy a Real Madrid, és könnyen lehet, hogy ezzel a góllal minden eldőlt. Az első fél minden esetre ebben a pillanatban véget ér, Real Sociedad, Real Madrid 0-2. Nagyon megnyugtató ez a kettő gólos előny a királyiaknak. Nem hinném, hogy van innen visszaút. A Real Sociedadnak nem forog veszélyben a Real előnye. Persze a 45 perc az egy nagyon hosszú idő, de egyelőre megérdemelte és magabiztosan fél időben Real Sociedad, Real Madrid 0-2. Itt pedig az első fél idő statisztikái láthatóak. Háromszor lőtt kapura a Real Sociedad, még a királyak 8-szor. 2 illetve 5 a kaputára lövések szám, és 52%-ban van a Realnál a labda, tehát valamivel többet is van nálunk a zsuga. És szerintem minden ügyek jobbak vagyunk, mint ellenfelünk, úgyhogy csak így tovább, Hála Madrid! Egy lövés hazai részről. Későn kezdték a kedves nézők látni most ezt a szituációt. Későn fókuszáltak a spanyol kollégák, úgymond. William José küldte meg ezt a lövést, hogyha minden igaz, így van. Mellé ment azért eléggé rendesen. Mindenesetre, hogy így maradt tovább a mérkőzés, akkor több játékos is debütált a mai napon. Többek között Asensio, esetleg a visszatérő Morata és Ceballos is lehetőséget juthat majd, hogy meglátjuk, hogy miket fog cserélni a mester. Nézzük azt a támadást, Casemiro jön, és Rui véd. Középre ment a lövés Casemirótól, nem volt benne túl sok veszély. Karim Benzema kapja meg a labdát, de hát leszereli a védelem. Egyelőre úgy néz ki, hogy megakad a Real Madrid támadása, de természetesen még semmit sem kell biztosra venni. A királyak űzik, hajtják a labdát, de hát ebből nem lesz túl sok. Ha csak most, nem, Carvajal nem szerez labdát, de Kroos igen. Hú, hanyag elegancia a német Jenny-től. Benzema! És nagy védés Rui-tól, de még mindig nem szabadul fel a kapu. Benzema egyértelműen a mezőny legjobbja eddig.
Modric. Most jön középre a labda, veszélytelen hozzáteszem. Casemiro még mindig nem szabadul fel a vendi... Az a kapuja, bocsánat. Ramos! Ramos a földön! Ezek szerint nincs szabálytalanság. És akkor érkezik a mérkőzés első cseréje. Luka Modric lesz az, akit az edző lehív. És Isco lesz a Real Madrid első csere embere ezen a mérkőzésen. Carvajal odalépett ellenfelének az előbb, és sárga lappal jutalmazza meg ezt a játékvezető, úgymond. Carvajal kap egy sárgát a 64. percben, a nézzük Dani belépőjét. Ez valóban sárga lapot ért hozzá, teszem. És akkor megtörtént a csere, Isco a pályán Modric helyén. Jön a beadás és jön a szépítő gól is egyben, sajnos Willian José 66. perc. Szépít a Real Sociedad egy nagyon jól középletett labdát, végül Willian José juttat a kapuba, fejjel hozzá teszem. Élet már nagyon Willian Josénak ez a gólja, és megszerzi a szépítést. 66. perc, 1-2 és újból cserél a Real Madrid. Benzemát fogom lecserélni, Karim elfáradt egy pöppet, és akkor Marco Asensio érkezhet a Real Madridba, aki szintúgy ma debütál majd. Gyerünk, 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 fiúk! Benzema leő volt a legjobb, lőtt egy gólt és adott egy gólpaszt. Jön Sebájo, bocsánat, Marco Asensio, és egy gólt muszáj vágni a Real Madridnak, hogy lezárja ezt a meccset, mert ezzel még bőven visszajött a Sociedad. Vamos, vamos, vamos! És támad megint a Real Sociedad, de ebből nem lesz semmi, Ramos kapcsolja le még épp idejében, aztán Casemiro egy picit rövidnek tűnt a passz, Varán pedig el is adja azt. Ajjaj, nagy a baj, nagy a baj, Ramos és Navas! Közben egy támadás kibontakozóban, Asensio, felvágják, Spori! Spori, hol volt maga az előbb? Egyébként lehetséges, hogy labda volt, nem láttam annyira tisztán. Kirúgják a hazaiak, és a harmadik cseréhez készülődik majd a Real Madrid. Srácok, én Kroost fogom most lecserélni, és felküldöm Dani Ceballost. Nézzük, hogy mit tud az új igazolás. Egyébként látható is, a következő fordulóban a Real Madrid majd a széltával játszik, Varane bombázza ki onnan a labdát. Na mindegy, ha 2-1-re is, de valahogy muszáj lesz behúzni a meccset, az azoknál pedig Willian Joséért jön majd Imanol Agirreci. Nálunk pedig ugye Dani Ceballos érkezik majd Toni Kroos helyére. Ceballos. Volt egy olyan update egyébként, és hát igen, volt egy olyan periódus az én reálos karrieremben, a másikban Dani Ceballosnak szőke haja van, teljesen szőke haja van, most pedig ilyen feketés, majd megmutatom azt mindenképpen nektek, gyerekik. Van egy olyan elmentésem, ahol Ceballos szőke, most meg is lepődtem, és Navas véd. Jön a Real Madrid, Isco, Casemiro fut be, Ronaldo, Ronaldo gól! Gól, 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 golasszó, 81. perc. Jön Ronaldo és befejezi. Nem volt ez egy nagy gól, de hát mint tudjuk, a futballban kis gól is gól. Lezárja ezzel a Real Madrid. Casemiroja a gólpassz, Ronaldo pedig szimplán begurítja a kapus mellett, és a 81. percben ezzel 3-1-re vezet a Real Madrid idegenben. És most a hazaiak támadtak volna, amit a Real Madrid megakadályoz. Casemiro valahogyan ki kéne onnan húzni a zsugát. Ceballos az előbb egyébként majdnem meg tudott indulni egy jó labda szerzésre, és most is szépen szerel Dani Ceballos, óriási szerelés volt az újonctól. Na nézzük a támadást, Gareth Bale. Aj, miért Casemiro fut középen? Ez így lehetetlen. Casemiro kap jó labdát Ronaldótól, Casemiro leszerelik egyelőre őt, Gareth Bale. Ceballos megpattan! És Rui! Közel volt az a Ceballos, hogy meglője bemutatkozó meccsén az első gólját rögtön. Nem tudom, miért Ronaldo van a szögletnél, de mindegy, most már ő adta be. Rui öklöz. Ott van még a labda, Ronaldo. Gareth Bale. Megint szöglet jöhetne, de helyett kimarad, és lefújja a bíró. Akkor nem is szöglet jött volna, hanem kirúgás, ami már nem fér bele. A Real Madrid nyeri tehát a mérkőzést a spanyol bajnokság első fordulójában. Egy nagyon nagy ellenfelet gyűrtünk le, idegenben még hozzá, két gólos különbsége, ott van Iyer a Mendy is, ugye, aki extra Real Madrid játékos. Itt pedig Karim Benzema, aki szerintem a mérkőzés legjobbja volt egy góllal és egy gólpasszal, ugye, megnyeri a mérkőzést 3-1-re, tehát idegenben a Real Madrid, Benzema, Kroos és Ronaldo talált a kapuba, tulajdonképpen pedig az extra állos Willian José. Mondhatni tényleg sima királygárda győzelem született a mérkőzésen, ez volt az első gólunk, Benzo, szépen. Nekem ez a gól tetszett egyébként a legjobban az egész meccsen. Úgyhogy nézzük meg a gyors összefoglalót, 19 perc, még egyszer Modric egy nagyon szép labdaszerzés után indítja meg Benzemát, aki gyönyörű elő a kapuban 0-1, 19 perc, aztán
Jelen 45. percen a második gól, Casemiro, Benzema, itt gólpasszal ezúttal is Kroos fejez be, 0-2. Aztán 66. percen, amikor már talán mindenki azt hitt volna, hogy ezen a meccsen túlsevizet nem zavarhatnak a hazaiak, jön egy beadás a szélről Oyarzabaltól, és William José csúsztat a kapuba, 1-3, vagy 1-2, bocsánat, és a 81. percben jön a Real utolsó gólja, Isco, Casemiro és Ronaldo, szép befejezés, a vége pedig így 1-3 a nyitó fordulóban. Itt láthatjuk a statisztikák, azért a Real jobb volt, a labdabirtoklás megfordult a fél időhöz képest, ugye pont így volt, csak nálunk volt 52%-ban a labda, a meccs embere pedig Luka Modric lett, aki egy gólpasszt adott, nem játszott rosszul Modric, az tény, de inkább Benzemának adtam volna ezt a díjat, na mindegy. Szóval Ceballos, Asensio mindketten bemutatkoztak ma ezen a meccsen, és akkor ez lett volna a bajnokság nyitófordulója, 60. percen Malaga Osasuna 1-0, Atletico Madrid pedig Deportivo Alaves pedig majd a mérkőzés később lesz lejátszva, úgymond. És akkor a nyitóforduló többi eredménye. Atletico Madrid Deportivo Alaves 2-0, Malaga Osasuna 2-0, Sociedad Real Madrid 1-3, Sporting Gijón Bilbao 1-3. Még két mérkőzés van hátra ebből a fordulóból. Méghozzá a Celta Vigo Leganyes és a Valencia Las Palmas mérkőzések. A gólövőstet jelenleg Arica Duriz vezet 2-vel, a bajnokságban pedig így állunk jelenleg. Harmadik a Real Madrid, negyedik az Atletico és ötödik a Barcelona, előttünk a Bilbao és a Sevilla. De nagyon gyorsan tesszük hozzá, hogy még változhat az első forduló után a táblázaton, és még két meccs a Celta Vigo Leganyes és a Valencia Las Palmas még hátra van. Vagy Las Palmas Valencia lesz, tehát a Las Palmas lesz otthon, azt nem tudom. Nem, a Valencia kezd otthon. Jó, akkor ugyanezt az edzést betoljuk, mint az előbb. Most ez teljesen jó egy ideig. Ők fejlődjenek. Oké. Okay. És akkor nézzük, hogy milyen eredmények születtek az első fordulóban. Azt mondja, hogy Celta Vigo Leganyes 2-2 és Valencia Las Palmas 2-1. Tehát jelen pillanatban így állunk, egy forduló után a spanyol bajnokságban harmadikok vagyunk. Hát még kettővel följebb akarok azért lépni. Kieső helyen a Depor, a Betis és az Espanyol. Oké. Jó, a góllövőn is nem így láttam, hogy van még egy-két gólos játékosunk. Így van, Orellana is duplázott a Valencia színeiben. Nagyon jól kezdte ő is Eduriz a gólgyártást. Szóval akkor jöjjön a következő mérkőzés, ahol a Real Madrid majd hazai környezetben látja vendégül a Celta Vigót. Közben request Ruby transfer, persze, Ronaldo nem mész sehova. Nagyon kezdi ez ijé, de hát Ronaldo nélkül nincs Real Madrid. Szóval reméljük, hogy nem fog megtörténni az, amit a legjobban félek, és Ronaldo elmegy, gyerekek. Nagyon félek, hogy ennek az lesz a vége, hogy Ronaldo elmegy. És az senkinek nem lenne jó, Ronaldo nem megy sehova. Ha kell, újra töltöm a játékállást, de Ronit nem adjuk egyszerűen sehova. El is utasítok minden ajánlatot, illetve most egy világrengető szerződés ajánlatot fogok tenni Cristianónak. Tehát erre nem lehet egyszerűen nemet mondani. Hol van Ronaldo? Itt van Ronaldo. Request transfer. Basszus. Gyerekek, újra betöltöm a játékállást, esküszöm, talán valamit változtat ezen. Hát én Ronaldót semmiképpen nem akarom eladni. Semmiképpen nem. Ugye van így, hogy a játék meggajdul néha, és tényleg így egyszerűen elkezdenek a játékosok ilyeneket mondani, hogy el akarnak menni velem. Ilyen egyszer akkor volt, mikor a Reála voltam, amikor Kroos ment el. Sajnos Kroos nem tudta megtartani. Hát remélem, hogy Ronaldo most megmarad. És akkor nézzük, hogy mik lettek az eredmények most újból. A Celta egy 3-2-re nyert, a Las Palmas 2-1-re. Így most Giuseppe Rossina van két gólja. Hát betoljuk az edzést, csak Ronaldo ne menjen sehova, baszki. Ronaldo ne menjen sehova, még most tolunk neki egy szerződés ajánlatot, mielőtt elküldeni ezt az idióta üzenetet. Nem mész sehova, Roni. Azt felejtsd el. Továbbra is a legfontosabb játékosok egyike vagy. Fölajánlok neki, gyerekek, egy álomszerződést. Nem kell újabb évre aláírnia sem, de megduplázom majd, hogy a fizetését. Adok neki 650 000 eurót, és crucial first team player lesz. Tehát jóval többet fog keresni, mint jelenleg 100 000 euróval. Majdnem 100 000 euróval többet fog hetente keresni. Csak aztán írjon alá. És megint megjött az idióta üzenet. Nem hiszem el. Nem fogsz elmenni Ronaldo sehova. Azt most felejtsd el. Gyerekek, ez érdekes lesz, de Ronaldo nem megy sehova. Tehát ha kell, órákon át fogom tolni most ezt a részt. Természetesen ki lesznek vágva ezek a jelenetek, de Ronaldo nem megy sehova. Tehát addig nem nyugszok, mert még nem írja alá az új szerződését.
Egyébként a Real Sociedad már lejátszott a másik mérkőzését, és 2-0-ra verte az espanyol csapatát, úgyhogy mindenképpen kapaszkodhatnak följebb a tabellán, 11-ek, az espanyol utolsó. De a Tronit egyszerűen nem akarom eladni. Nem, hallani sem akarok róla, hogy Cristiano Ronaldo elhagyja a Real Madridot. Nem, nem. Felejtős, felejtős. The situation of Cristiano Ronaldo, however we trust that you will make the correct decision and give you full under and vendor sell the player or not. Jó, gyerekek, akkor a vezetőség nagyon bízik bennünk, köszönöm szépen, meg fogom hálálni a bizalmat. Szóval az a szituált elő, hogy Ronaldo szeretne elvileg távozni, viszont minden esetre a vezetőség megbízik bennem, és enyém lesz a döntés, hogy elengedjem Ronaldót, vagy ne engedjem, és én semmiképpen nem fogom elengedni Ronaldót, álomszerződést iratunk alá vele, gyerekek, mindenképpen marad a srác. A válogatottban pedig Carvajal, Ramos, Morata, Benzema, Varane, Kroos, Pepe, Ronaldo, Cancelo, Marcelo, Casemiro és James is elutazik, de hát Ronaldót én egyszerűen semmilyen körülmények között nem fogom eladni. Mentek is, inkább legyen dupla Real karrierem, ezt úgysem tolom. Erre ma, nem érdekel gyerekek. Két fronton fogom menteni most a dolgokat. Ronaldo egyébként az Arsenal, Chelsea és a City is bejelentkezne, tehát megnézni én ezt, hogy az Arsenalnak hol van ennyi pénze ezek közül a csapatok közül. Max a Unitedba tudnám újra elképzelni egyébként. Transfer affair, Alex Febas, nagyszerű a Nottingham Forest elviszi Febast. Az nagyon jó. Legalább ő is fejlődhet és egyel kevesebb középpályásunk van. És újabb mérkőzéseket játszatok le már ebben a fordulóban. Eibar, Valencia 1-1, Osasuna Real Sociedad 0-1 és Villarreal Sevilla 0-2. Hoppá! Sevilla nagyon jól kezdni a bajnokságot. A Barca ma hol játszik? Majd a Bilbao ellen, Leganyas Atletico Madrid, Real Madrid, Celta Vigo. Jól van srácok, be kell húzni, nincs mese. Sok két gólos játékos van, Aduriz, Rossi, Pedro Leon, Enzonzi, Vitolo és Oyarzabal is két-két gólnál jár. A Real Sociedad már második, de ők hármat játszottak már ugye. Jó, hát akkor jöjjön a Celta elleni mérkőzés, szeretném megnyerni ezt a találkozót, és hát az átélési időszak utolsó pillanatai még mindenféleképpen ebben a részben lesznek szerintem, vagy nem, legyen a kövi részben gyerekek, legyen mindenkinek egy kis izgulni valója, és jön majd a Celta Vigo, Ronaldo nem mész el innen, akármit csinálsz, ha összeszarod magad, akkor sem adlak el, már bocsánat. Megadom most a lehetőséget Morinak gyerekek, ő nem játszhatott az előző mérkőzésen, szóval Benzemát most egyszer kihagyjuk, Asensio, Isco bomba formában és Isco diszkót most felrakjuk egyet Modric helyett, Kroos, Casemiro és most Hamesnek is megadjuk a kispadon lehetőséget, Modric egyet pihenje, kipihenjen Vázquez, Pepét megint kihagyjuk, sajnálom Pepito nem nagyon fogsz játszani sajnos nálam, nagyon sokan vagyunk, valahogyan meg kell ezt oldanom. Kroos, Isco, Casemiro, Kaze most nem kell, Kazét ezen a mérkőzésen kihagyjuk srácok, és egy másik hadrendben fogunk majd játszani, egy másik 4-3-3-at fogunk megpróbálni, szóval Kroos, Isco, és James is bekerülhet így most a kezdőbe, Casemirónak adunk egy kis pihenőt, följön a kispadra a Ceballos, és akkor valahogyan Nachót is be kéne rakni a kezdőbe, Marcelo maradjon, Varan, fú nem tudom, nem tudom, a védelmen egyelőre nem változtatunk srácok, Nacho is marad, így állunk ki a mai mérkőzésre, tehát be kell húzni Bilbao Barcelona velünk egy időben. Mivel a zenét kikapcsoltam, így a Hala Madridinál, de már nem fog hallatszódni elve a gólok után, mert ugye nagyon jó a FIFA 17-ben, hogy a Bernabeu-ban a Real gól indulója, illetve indulója hallható. Én visszateszem a zenét, jó? Csak nem nyelünk be copyrightot gyerekek, viszont az Inademast muszáj hallani a gólok után, anélkül nincs FIFA. Szóval, hajrá, jöjjön a meccs! Madrid! Madrid! Inádamás! Inádamás! Halál Madrid! Megadta a módját mindenféleképpen a FIFA ennek a mérkőzésnek. Nagyon szeretem azt ebben a játékban, hogy egyszerűen ez a Halál Madrid Inádamás bekerült. Direkt csak ezért levettem a kommentár hangját, hogy tisztán hallhassuk itt a meccs elején. És akkor felvonulnak a játékosok, srácok, kérem szépen lássan, itt van mindenki. Én igyekszem mindenkinek megadni a játékperceket, annyit kell rólam tudni. Itt pedig Morata, aki 4 gólt lőtt a legutóbbi 3 meccsen, mégsem játszhatott a Sociedad ellen, ugye? Mindjárt bekapcsoljuk a kommentet, de egyszerűen muszáj hallani a
szurkolókat elképesztem, ami hihetetlen. Ronaldo is látható a képen érve, Morata, semmiképpen nem akarom elárni Rodit. Itt a Real Madrid handrendje, Keylor Navas védi majd a kapunkat, ugye? Néhány változás az első meccshez képest. Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Isco, James, Bale, Morata és Ronaldo. Ez az első meccsünk a Santiago Bernabeu-ban. Győzelemmel kéne kezdeni idehaza is. Megadtam Morinak is a lehetőséget, de szerintem majd idővel becserélem a Benzemát. Meglátjuk majd, hogy hogy teljesít Morata, lehet, hogy ezt a meccset megkapja végig, itt pedig én, aki Lewandowskira hasonlít eléggé ebben a kinézetben. Itt pedig a vendégek, látom, hogy Sisto is ott van a kezdőben, az egyik legjobb játékosuk, Sergio Álvarez védi majd a Celta Vigo kapuját, aztán Hugo Mayo, aki sokáig úgy nézett ki, hogy a Reálba igazol. Gomez, Cabral, Johnny, Vass, Pablo Hernández, Hozabet, Sisto, Aspas és Bongonda. Természetesen FIFA-ban nézett ki sokáig, így tényleg majdnem leigazoltuk, ugye? Jó, hát nehéz dolgunk lesz, srácok, de meg kell verni valahogyan a Celtát idehaza. Egy jó csapatról beszélünk, akik a való életben Európa Liga elődöntőig jutottak. Ez nagyon szép teljesítmény a kis Vigótól. Ugye néhány éve ők még csak a másodosztályban szerepeltek, azt nézve pedig pláne egy gyönyörű teljesítmény. Álvaro Arias Romero dirigálja majd a mérkőzést, és akkor mindjárt bekapcsoljuk a kommentárt is. Bár szerintem elég lenne, hogyha én kommentálnám ezt a meccset. Iago Aspasik a kezdőkörben, és akkor a Celta indítja majd útjára, 2x45 perces útjára a labdát, ami mindjárt kiderül, hogy hol áll meg, azért nem mindjárt, de majd kiderül. Szóval kezdődjön a mérkőzés, srácok. Hala Madrid! James, de szépen jön a Real az első támadásával, Morata! James! Mit védett a kapus? Aztá! Ez nagyon szép lövés volt James-től minden esetre, nagy védés a kapustól, és nézzük a Real Madrid első szögletét. Hát ne Gerard Bale rúgja már be, ez milyen hülyeség, hol van Kroos, ő végzi el a szögleteket mindig, illetve Modric, na nézzük Kroos. Jól is jön! Majdnem, meg is tudta valaki stukkolni középen, Isco, nem lett ebből veszély. És megint James, Bale passza után, óriási. Nagyon jól kezdi James a meccset, itt most egy kicsit droppolunk, elnézést kérek mindenkitől. Nem lesz ebből gól. És most a Celta indítja meg a támadását egy figyelmetlen védő munka után, bocsánat. Nagy helyzet, Bongonda! Mit védett Navas, azt a minden, gyönyörű volt Keylor. Vamos, gyerünk. Jó, hát a kontra akár, Morata. Egy picit jobban kell ezt megnyomni, Morata így. Morata, gyerünk! És kivédi a kapus. Na nézzük Moratát, talán majd ebből lesz valami. Hát egy szerelés Johnny révén, az biztos. És kirúgás! Hogy ment ki Moratáról a zsuga? Egy nagy hiba, gyerekek, Álvarez kapustól, Ronaldo jön! És mi volt ez a trága befejezés? Trága? Trágya, bocsánat. Hám ez óriási labdát adott Moratának, Morata és gól! Gól! Madrid! Madrid! Ezzel a góllal vezet a Real Madrid! Bocsánat, engem is elragadott a hív örömömben! Szóval a 41 percben Morata góljával végre valahára vezet a királygárda, de ez már nagyon érett. Volt Reálnak pár helyzet, nem tudom, hogy mennyit fog majd utólag belevágni nektek, csak annyiból jobb a szelet, hogy náluk van viszonylag többet a labda. Morata, jó, vezetünk, és James adta a gólpaszt, ugye? Elvileg James adta, így van. Jó döntés volt őket berakni, így tovább, vamos Reál. Közben egy helyzettel jött a Celta Vigo az előbb, ha jól láttam, igen, Daniel Vass. Dani Vass próbálkozott kapulövésből, gyakorlatilag erre szokták azt mondani, hogy stadion bú ki. Hát Vass eléggé kivágta a stadionból a labdát. Marad az 1-0. Hála Istennek. És még az első fél időben vagyunk, mikor jön a Real Madrid, James. Nem sikerült behúznia, és így ér véget az első fél idő. Real Madrid Celta Vigo 1-0, a királyiak viszonylag irányítják a mérkőzést, és szerintem jobban is játszunk azért. Jóval több lehetőségünk van, bár hozzáteszem, egy nagyon nagy bravúrt be kellett mutatni a Navasnak is, és a képen látható úriember Álvaro Morata góljával jelen pillanatban 1-0 vezet a Real Madrid. Így tovább, azért még 1-2-t jó lenne rugni, és meg kéne nyerni a meccset. Bilbao Barca 0-0, másik pályán szünetben, az teljesen jó nekünk, úgyhogy így tovább, Hala Madrid. És most a Real Madrid jön, James! James, még tovább Morata, nincs kettő, de ott van még Bale, és ő már bevágja, 2-0, és szóljon a Real Madrid Inanamaz. Madrid! Inanamaz, nagyon szép volt, James, Morata, és a kipattanóra jön Bale, 2-0.
Szép volt, fiúk. Így tovább. Vamos, vamos, vamos. Gerettnek is megvan az első gólja. Így a BBC mind a három tagja betalált már ebben a szezonban. Így tovább. És most a Celta jöhet. Na nézzük, mi lesz ebből. Varántól egy nagyon szép labdaszerzés. És egy kontratámadás. Isco. James Rodriguez. Cristiano. Ma talán ő nyújtja eddig a támadósorban a legkevesebbet. Ronaldo. Hát egyértelműen ő nyújtja, ugyanis Bale és Morata is betalált már. Ebből sem lett sokkal több, de mindig a Real Madridnál van a labda. Sőt. Sőt. Ez eddig tökéletes. Morata! Morata 3-0! Szép volt! Álvaro Morata! Madrid! Inádamás! Halam Madrid! Gyönyörűen fejez be Morata! Ez volt a második gólja a mai meccsen. Gyönyörű Morata, így kell debütálni. Egy visszatérés követően. 3-0-ra állnak, és ezzel lehet, hogy el is dőlt. Egyébként a következő fordulóban majd az Osasunával játszunk idehaza. Aztán a csat is mindenképp meg kell majd nyernünk, és cserél majd egyet a Celta Vigo. Nézzük a változtatást. Lement Hozabed és jött Marcelo Diaz. Vamos Real, ez a meccs már valószínűleg a zsebünkben van. Úristen gyerekek, miről maradtatok most le? Hatalmasat hibázott személyesen Keylor Navas. Ne a cserét mutassátok, hanem a védés, légy szíves. Hú gyerekek, egy hazatett labda Carvalhától, Navas hibázik, és aztán saját magát korrigálja. Óriási védés a kapuskától. Cserélt egyet a Celta, ami nem tudom, hogy melyik poszton történt a változtatás, mindjárt kiderül. Pablo Hernández ment le, és az ő helyén Nemanja Radoja, hogyha minden igaz. Oké, akkor mi is cserélünk most, srácok. Isco lesz, akit lehúzunk, illetve Kroos. Kettős, nem, Kroos cserélem egyelőre csak le. És följön akkor Dani Ceballos. Megkapja az esélyt Ceballos. És egyelőre csak ennyi. Jól van, jók vagyunk mindenféleképpen. Vamos Real. 3-0 ugye, a Celta Vigo pedig az Atletico Madridot fogadja majd a következő fordulóban. Remélhetően megállítják a matracosokat. Szóval jön a csere, lemegy Toni Kroos, és érkezik Dani Ceballos. Na nézzük a szögletet még. Bongonda fogja majd beívelni, igen, nem annyira adolja őt Hernández helyére, és Ramos, jó. Jött Carlos Planas és Johnny helyett a Celtába, és most megint a Celta előtt lenne egy lehetőség, de nem lesz belőle semmi szerencsére. Sőt, sőt, Gerard Bale, nem sikerült jól megtolni sajnos. És Bilbaóban gól születik, a Bilbao egyenlít a Barcelona ellen, 1-1 az állás, közben Varán, nagy küzdelem és szöglet lesz a vége. Az nagyon jó lenne nekünk, hogyha a Barcelona megbotlana, és most cserélünk egyet, mi is lemegy, Isco és jön majd Marco Asensio. Segunda campeón el Real Madrid Club de Futbol. Úgymond, de nem fogom tovább mondani, mert én sem tudom annyira, hogy mit szokott mondani a hangos bemondó. Jentre José Marco Asensio. Jó lenne, még ezt, ennek örülnék, hogyha majd a 18-ba bevehetnék, hogy így felskandálják rendesen a cseréket, mert minden. Az tök vagány lenne szerintem, na mindegy. Most még a Celta jön a támadásra, annyi biztos! Szép volt a blokkot középen Carvajaltól, Teo próbálkozott gólszerzésre, Teo Bongonda. Ez tényleg szép támadás volt, és Carvajal tette oda nagyon... azt vissza kell nézni bizony, itt még ugye nincs videóbíró, nem tudom, hogy FIFA 18-ba bevezetik-e egyébként. Jön a beadás, és azt szerintem nem fogjuk innen megtudni, nem tudom annyira lelassítani, az a baj, várja. Várjatok gyerekek, lelassítjuk. Nem, melyikkel kell? Rájövök ám. Illetve meg kell találni a megfelelő szöget, ebből fogunk talán majd valamivel okosabbak lenni. Úgyhogy nem tudom, hogy mondom még egyszer, hogy melyikkel lehetne lassítani. Na mindegy, ezt elrejtjük, és nem fogjuk megtudni. Hát nagyon vitatható, lehet, hogy Carvajal kézzel ért a labdába. Mindenesetre Hamest is lecserélem, ez lesz majd az én harmadik cserém. És Bélt felrakjuk irányítóba. Mert most más nem nagyon tudunk behúzni. Illetve 4-4-2-t még esetleg nem. Nem, Hamest elfáradt, csak azért cseréljük le egyébként, és jön majd Lucas Vázquez harmadik cserének. Szóval jön a harmadik változtatás, és Lucas is megkapja a lehetőséget a játékra. Ma James nagyon jól játszott, jár neki a taps, Lucas váltja tehát. Úgyhogy hajrá, hajrá! Nézzük még gyorsan ezt a szögletet, Bongonda fogja majd beívelni. Semélhetőleg nem lesz belőle túl nagy veszély, nem lett.
Gyerekek, mit művel ez az ember? Keylor Navas nem lehet bevenni a portáját. 86. perc. Kettő bravúr egy citum belül. Az elsőt pont nem láttuk, a másiknál pedig Aspas lövését földön túli erővel és bravúrral nyomta ki Navas. Na nézzük meg gyorsan ezt a visszajátszást. Ez valami hihetetlen, amit a srác ma művel. Itt az első. Jön a labda. Teo Bongonda visszateszi lövésre. Óriási védés Navasztal, és a kipattanó ott is hihetetlen, amit védett az ember. Fú, viva Keylor, viva. Csak a Navas, gyerekek, csak a Navas. Legjobb kapus. Jó, oké. De még jöhet sajnos a szelte, jó lenne. Navas nem érdemel be a bekapott gólt, semmiképp. Jó. Azért voltak jócskán a szeltenek is helyzetei ezen a meccsen. És ezzel ér véget a spanyol bajnoki idény második fordulójából. A Real Madrid Celta Vigo összecsapás, gyerekek. 3-0-ra sikerült legyőznünk a Celtát. Morata volt a mai mérkőzés főszereplője, kettő gólt lőtt a spanyol, és lehet, hogy elkönyveltek neki egy gólpasszt, mikor ugye az ő kipattanó lövése után találta kapuba Bale. 4 lövés, 2 gól, tényleg nagyon jól szuperált ma Morata, és nagyon nagy harc lesz közte is Benzema között. Benzema az első csengye egy gólt lőtt és egy gólpasszt adott a Sociedad ellen. Morata ma pedig duplázott, és nagyon jól játszott egészen végig. Ez volt az első gólja a csapatnak. Nem, bocsánat, ez csak a James lövés volt, a gólokat nézzük vissza. Az első 40. percben jön, James indítja a támadást, jön Morata, és tanári módon fejez be. 1-0, aztán jön a 49. perc, ahol jön James önzetlensége, Morata lövése, és a kipattanóra jön Gerard Bale. 2-0, illetve az 54. percben Morata második, csapatának pedig a harmadik gólja. Isco és Morata, még szebb volt a befejezés talán, mint az első. És itt például egy Navas bravúr, de ebből több is volt a meccsen. Keylor Navas hihetetlenül szuperált, ez egy hibája volt, amit jóvá is tett ebben a szituban. És 87. perc, itt van még egyszer ez a földön túli bravúr. Jaj, bocsánat, ez nem is az volt. Nem, ez nem az volt. Na mindegy, hihetetlen, amit Navas ma művelt. Én neki adnám talán a meccsen bele díjat, hogyha Morata nem játszott volna ilyen jó. 74%-ot kapott csak a Navas, ami nagyon kevés. Moraták nem adta a gólpasszt, látom. Isco és James adtak egy-egy gólpasszt. Navas viszont hihetetlenül muzsikált. Jól van, megnyertük a meccset 3-0-ra. Nagyszerű. Bilbao Barcelona 1-0, tehát botlott az örök rivális. Nagyszerű, nagyszerű. A Barca hibázik. És transfer offer, Kiko Casilla. A Bournemouth vinné Casillát, de nem adjuk el. Pedig többet is fizetnének, amit nyit ér. De akkor sem adjuk el. Jó, tovább kell majd még izgulni Ronaldóért, és a következő részben valószínűleg elválik, hogy mi lesz Moratának a sorsa. Még egyszer benyomjuk ezt az edzésmódot. És akkor a Real Madrid ezzel átveszi, mint láthattuk, a bajnokságon, a bajnoki tabellán az első helyet, megérdemelten. Második a Sevilla, illetve a harmadik az Atletico. Csak hetedik kb. A Barcelona, így van, hetedik a Barcelona. A Celta kapott egy 3-as, tehát jól van. Jó kis meccs volt, és akkor innen fogjuk legközelebb folytatni, srácok. Mondom, nagyon izgalmas lesz a következő rész, elválik, hogy Ronaldo megy vagy marad, semmiképp nem akarom eladni egyébként. Itt pedig a góllövőlista, rengeteg kettő gólos játékos van, 9 már. Aduriz, Rossi, Boateng, Pedro Leon, Adrián Ramos, Zonzi, Vitolo, Morata és Oyarzabal is kétszer találtak be. Gólpassz ügyileg pedig így állnak a felek. Navasnak meglett most ugye az első kapott gól nélkül meccse, és Szilesszen védett a Barszában az első meccsen, az igen. Sárga lapok és piros lap még nem volt ebben az idényben. Jól van, srácok, akkor tényleg innen folytatjuk a következő részben, ahol lehet, hogy debütál majd a Bajnokok Ligája. Így van, következő részben BL meccset is láthattok, majd a Young Boys ellen jövünk idehaza. Két hazai meccs lesz, amit illen megnyerni, ugye az Osasuna meg a Young Boys ellen. Meglátjuk, hogy mint lesz, hogy lesz. Minden esetre, hogyha tetszett a rész és nagyon várjátok már a következőt, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot és ne felejtsetek el feliratkozni. Közben ki voltunk jelentkezve az EA szervereiről, most vettem észre, na mindegy. Előjáróban, amit még mindenféleképpen el akartam mondani, hogyha tényleg többen is visszajeleztetek, hogy nem elérhetők most épp a szerverek, nem mindegy. Szóval többen is jeleztétek, srácok, hogy szeretnétek, hogy teljes részek legyenek a, vagy teljes mérkőzések legyenek ugye az epizódokban. Én ebben ezügyileg arra gondoltam, hogy a nagyobb mérkőzéseket, tehát teszem azt, mint egy El Clásico, vagy ugye most majd a BL csoportban a Man City ellen játszunk majd, vagy mondjuk az Atletico ellen a bajnokságban, Sevilla ellen. Arra gondoltam, hogy én ezeket a nagyobb mérkőzéseket, ezeket a nagyobb derbiket teljes egészében fogom letolni. A többi mérkőzés pedig ilyen összefoglaló formájában látjátok majd, amiben minden benne van, gyakorlatilag az összes lövés és az összes gól. Tehát gyakorlatilag semmi olyanról nem maradtok le, meg hogyha van valami érdekesség, azt is bevágom.
Szóval nem tudom, írjátok le, hogy mi erről az egészre a véleményetek közben. A zenét lehet kellett volna halkítani, mindegy. Ez lett volna tehát a Real Madrid karrierem negyedik része. Két győzelemmel zártuk ezt a részt, és nagyon jól kezdtük a bajnokságot. Jelen pillanatban első helyen állunk, és reméljük, hogy ott is fogunk végezni. Mondom még egyszer, ha tetszett, akkor like és iratkozzatok fel. Nagyon közel most már a 3000 feliratkozó. Sziasztok!